Rusi Sándor vagyok, a párom Szövetes Évi, aki nem csak a magánéletben tökéletes társam, hanem az üzletben is. Szeretném, ha egy picit megismernétek minket közelebbről, és megismernétek azokat a gondolatokat, amelyek BXN hálózatépítőként vezérelnek minket. Évi és Sanyi az egyik legjobb példa arra, hogy egy szerény, megfontolt ember is el tud érni egy kicsit ilyen exhibicionista üzletben is sikereket. 25 éven keresztül órásként dolgoztam, és mindig rengeteg órám volt, viszont soha nem volt időm. Akkoriban azt szerettem volna, hogy mindenkinek, akivel kapcsolatba kerülök, legyen egy szép és lehetőleg drága órája. Ma már inkább arra törekszem, hogy mindenki, akivel kapcsolatba kerülök, annak legyen inkább egy szép jövőképe. Én 20 éve festményekkel foglalkozom. Számomra nagyon fontos, hogy továbbra is jelen legyen az életemben a művészet, úgyhogy én együtt csinálom ezt a két munkát, de ez nagyon jól működik a mindennapokban. A személyes beszélgetések varázserejében hiszek a legjobban, és ezért is van az, hogy én sokkal nagyobb hangsúlyt fektetek magára, az emberre. Szinte mindennapos dolog, hogy a festményvásárlók egy kávét is visznek haza magukkal. Azt gondolom, hogy Évinek és Sanyinak a sikere gyakorlatilag önmagukból fakad. Szeretni tudják az embereket, és soha nem a saját érdeküket nézik. Az ő barátságuk nagyon őszinte, és én ettől kedvelem őket igazán. Érdetlen pozitív hozzáállásuk van. Számomra a BXN adta meg azt a lehetőséget, hogy változtassak az életemet. Mindig irigyeltem azokat az embereket, akiknek a munkája egyben a szenvedélye is. Ma már én is közéjük tartozom. Mi főállásban csináljuk azt, amit más szabad idejében csak szeretne. Zártam az órás üzletemet, felégettem magam mögött minden hidat. Fantasztikus érzés reggeltől estig azzal foglalkozni, ami örömet okoz. A Sanyék vegetáriánusok és bioéletmódot folytatnak, tehát nekik abszolút kapcsolódott az életvitelükhöz a BXN-nek a termék családja. Épp azt a két fontos értéket közvetítjük az emberek felé, ami mindenki számára a legfontosabb, az egészség és a siker. Az Évának és a Sanyinak a sikerének a titka az a kettőjük együttes harmóniája. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ilyen társam van, akire felnézhetek. Az ő türelme és szerénysége mögött óriási elszántság van. Tökéletesen kiegészítjük egymást, hiszen számunkra a magánélet és a BXN között nincsen különbség. Ők tudták ezt az üzletet úgy felépíteni, hogy a baráti kapcsolataik megmaradtak, és mi is így dolgozunk ebben az üzletben. Nagyon támogatóak, de mindemellett elfogadnak olyannak, amilyenek mi vagyunk. Az igazi siker az a segíteni tudás adománya. Minden napot parkolnak a munkájuk előtt, ahol több tízezer ember megy el naponta, és kitalálták azt, hogy az autójukra fölírják azt, hogy lugosító kávé és egy telefonszámot. Hát nyilván megnőtt a telefon hívásai száma. Van négy már felnőtt gyermekünk is, Adrián, Andrea, Levente és Bence. Mind a négyen támogatnak minket és mellettünk állnak. Számomra követendő az, hogy mennyire szeretik a munkájukat, és tényleg példaként állnak előttem. Amióta a DXN belépett az életünkbe, azóta én is jobban egészséges, táplálkozás és életforma felé fordulok. Így most már saját maguknak osztják be az idejüket, és nem reggeltől estig kell bent ülniük a munkahelyen. Amire különösen büszke vagyok, hogy Bence fiam nagyon komoly lehetőséget lát ebben az üzletben, és nagyon komoly energiákat fordít rá. Gyakorlatilag a saját döntésem volt, hogy a DXN-nek kezdjék el foglalkozni, de nem volt kérdés számomra, hogy én is elindulok azon az úton, amin édesapám is elindult.
munkásként sok-sok éven keresztül nem voltam szabadságon, de még csak szabadnapot sem engedélyeztem magamnak. Elképzelhetetlen lett volna az, ami ma már a DXN-nek köszönhetően valóság. Rengeteget utaztunk, fantasztikus helyeken jártunk, és fantasztikus embereket ismertünk meg a DXN nagy családjából. Bármerre jártunk a világban, mindenhol családtagnak kijáró szeretettel fogadtak minket. Látványos példát tud mutatni Sanyi, aki egy kis órás üzletből, egy pici kis lyukból egy világméretű üzletet épített föl. A siker mértékegysége számomra soha nem a pénztárcám vastagsága volt, hanem az igazi sikert az jelenti, amikor olyan hatással tudok lenni emberekre, hogy ettől megváltozik, jobbá válik az életük. Együtt vagyunk sikeresek, és egy a célunk mindannyiunknak.